Kezét csókolom, jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm a nézőket a Hungária Televízió Szegedi stúdiójából. Két beszélgető társammal fogok itt egy negyed órát, 20 percet beszélni. Az egyik az nagyon régi riportalany, dr. Olá Zoltán professzor úr molekuláris biológiával foglalkozik szinte egész életében. A másik beszélgető társam pedig egy újságíró barátom, akit úgy hívnak, hogy Kis Péter Dezső. Sok-sok újságot csinált életében, megyei lapokat, országos lapokat, és az utóbbi időben lassan 20 éve a Minőségi Borok és Ételek című lapnak a főszerkesztője és egyben tulajdonosa. Megjegyeztetem az Dezsőkém, hogy én pedig a szerkesztőbizottságnak vagyok a tagja? Bevettem. Ja, mondtad volna. A mai témánk a hit, hitel, remény, szeretet. Ha egy kicsit tovább folytatom. Lehet ragozni. A ragozó nyelvünk. Hát a múltkor arról beszélgettünk, hogy hogyan lehetne életalapú pénzkibocsátást, életfedezetű pénzkibocsátást kezdeményezni, úgyhogy megalapítanánk az első magyar közösségi köldökzsinór bankot. És ugye ezek valódi betéteken alapulnának, a mindenkori újszülöttnek egy deciliter vérét el lehet ebbe a bankban raktározni, mindaddig, amíg ez transzplantációs felhasználásra nem kerül, vagy regeneratív medicinában használni. Tehát ezeknek a jelenleg a kukába dobott 1 deciliter vérnek komoly értéke van a születés pillanatában. És akkor ugye ez egy betét, amire nem úgy, mint a légből kibocsátott pénzek, lehetne a betétnek az ellenértékét kötvényben az újszülöttnek felajánlani, és majd az újszülött 18 éves korában, hogy akkor mennyit fog ez érni, annak megfelelően fog dönteni, hogy továbbra is a bankban, a vérbankban tartja, a közösségi vérbankban, vagy kéri az ellenértékét. Ugye jelenleg 20 millió forintot ér 1 deciliter vér. Tehát mondjatok nekem olyan anyagot, ugye az arany fajlagos értéke tízszer kevesebb, és állandóan ingadozik, fölmegy, lemegy. Ennek az ősejt alapú kötvénykibocsátásnak viszont folyamatosan fölfelé megy az ára, mégpedig azért, mert minél több tudást tudunk ahhoz az 1 deciliter vérhez rendelni, annak megfelelően a transzplantációs értéke az a csillagászati mértékben emelkedhet. Bocsánat, ha most megszakítalok, mert én értelmezem, most cseppentem be. Igen. Ez, amit eddig elmondtál, én azt veszem ebből önmagam agya szerint ki, hogy a legnagyobb érték az élet, hát egyik oldalról nézve. Csak is. És a tulajdonképpen, ha úgy veszem, befektetés, jövőépítés, és mondjuk egy nemzet, vagy akár honnan nézem, generációkon át, így a vérben talán az egyik legjobban, összesűríthető ugye a vérben mindez. Tehát ez, én szerintem így elsorolása óriási. Vérszerződésekkel hát pecsételték meg azt, hogy egy nemzetté vagyunk képesek válni. Itt a közelben is. Igen. De igazából ugye sokkal mélyebb értelmű az, hogy hogyan működünk mi egy nemzetként. Ugye a régiségben is ismerték ugye a család, a nemzetség, és ugye itt nem, sose volt törzs, tehát a Kárpát-medencében sose volt törzsi élet. Tehát mellérendelő volt, ahogy anyanyelvünk is mellérendelő mondatokban tudja kifejezni magát, és az élet is mellérendelő volt, ami azt jelenti, hogy beszédterek léteztek olyan sűrűn, hogy kezdetben mondjuk
7500 évvel ezelőtt itt volt a világon a legnagyobb népsűrűség. És ezeknek mindnek egy nyelve volt. És egy vérből valók voltak. És mi is ebből az egy vérből valók vagyunk. És a mi nyelvünk is ennek az egy népnek a nyelve, ami folyamatosan csak bővült, tehát semmit nem szegényedett, és ez azért van, mert maga a nyelvünk felülemelkedett rajtunk. Tehát nem mi tartjuk el a nyelvet, hanem a nyelv tart, a nyelv beszédtereihez való tartozás emel ki bennünket az ajszintből. Ez a legnagyobb hitelünk. Igen, ez a hit. És az alapja, és a hitnek. Igen, mert hogyha másképp gondolja valaki, akkor bolondok vagyunk, és elveszünk egy szálig, vagy ez a mi hitünk valóságra válik. Tehát a hit az igazából nem római eredetű, nem keletről jött, mindig is itt volt. Ugye emberi minőség hit nélkül nem létezik. És nem volt digitalizáció sem, hogy Isten meg Sátán az ugyanarra az STN mással hangzó vázra van fölépítve, csak ki kellett cserélni, és egyből digitalizált lett. Tehát ugye a bukott Isten és a feljövő Isten egy szótőről fakad, és erre gyakorlatilag birodalmat lehetett építeni. Illetve ugye amikor már a római birodalom olyan naggyá vált, és ott nem volt egy Isten hit, hanem volt egy nép, betesszük ide a Pantheonba a te istenedet is, és akkor úgy mindenből lett egy kicsi, és hát ugye ez volt a demokratikus modell. Egy néppel nem tudtak mit kezdeni, Júdea népével. Ugye, most se tudnak velük. Hát igen, de ez más miatt. Ez egy másik kérdés. Történet. Másik történet. Viszont nagyon sikerült összeforrasztani a júdeaiaknak a birodalomba integrálását. Ugye Júdea nagyon ellenállt. És kellett egy olyan forgatókönyvíró, mint Josephus Flavius, aki megírta 70-ben Jézus második eljövetelét. És ugye Júdeában vártak valami nagyon harcos vezetőt, helyette pedig Titus Flavius bevonult, mint Jézus második eljövetele, és pillanatok alatt Júdeát ugye meghódították. Tehát így indult el a katolikus hitnek a formálódása, hogy ugye a római egyház ugye először tiltották kazamatákban, ott a ókeresztények ott rohangáltak, aztán felszínre jöttek, mint a talajvíz, tehát gyakorlatilag akkor már tűrt lett, és a végén államvallássá vált. Tehát nem csak, hogy engedték, hanem az lett a római birodalomnak egy ilyen kovásza, ami összetartotta a birodalom, de aztán mégis megbukott. Ugye jöttek a nagy nomádok, Attila Katalanumnál ugye elpáholta, de ő maga is beleveszett ebbe a világuralmi próbálkozásba. Ugye a világuralmi dolgok az együtt mentek a Vatikánnak a hódításaival, és hát így a... Majdnem azt mondom, a rábólintásával, hát de elegyezésével. Igen. Ami hát még a harmadik birodalomban is volt bólintás, ugye ne felejtsük el, hogy azért Hitler megkapta a Vatikánnak a hallgatólagos beleegyezését. Na, tehát ezek a egyházak aztán ugye nyelv és tudathasadáson estek keresztül. Ugye jött a Calvin, és ugye nem nézte jó szemmel, hogy itten bűnbocsánat cédulákat osztogatnak, vagy fosztogatnak. Hát, és ilyen értelemben ugye a református egyház
mondhatjuk, hogy 500 év alatt nem tudta rendbe tenni ezt az egészet, úgyhogy most egyfajta ökuménia kezd kialakulni, és hát ez azt jelenti, hogy, hogy igazából van egy olyan, lenne egy olyan vallásra igény, ami az ősi vallás. Tehát ugye az ősi vallás az így hangzott, hogy kör, oszt, én. Ugye az, az majdnem az, igen, a kör. Ugye a kör volt az a, az a amiből az egyénnek a pontszerű léte meghatároztatott. Tehát igazából ugye a kör, oszt, én gondolkodásmód az arról szól, hogy önazonosság tudatot érzek a körben lévőkkel, a hasonszörűekkel. Tehát ennek teljesen más a, ugye, és ugye ez egy kör kereszt, körbeírt kereszt. Nem hiányzik a lehatároltság. Ugye ez pontosan ez a jelképünk, pontosan meghatározza, hogy meddig terjed a hatásköre ennek a beszédtérnek, és hova várjuk ugye a kör középpontjára a megistenülésnek a folyamatát. Tehát tulajdonképpen ez a rovás F betű. Így aztán tulajdonképpen bele tudjuk helyezni azt, hogy kik is ezek az új pogányok. Tehát mi meg is kaptuk a nevünket, új pogányoknak hívnak ezért. Ugye hát az ilyen közösség, igazi közösség formálókat, azt lepogányozzák általában. Pápa kiátkozza, onnantól kezdve, hogyha visszagondolok ugye a Magyarok Országos Gyűlésére, ott nem vették igazából jó néven, hogy oda jött az egyház. Mert van nekünk saját vallásunk, az a vallás az teljesen önmagunk, tehát saját vállalható vallásunk, és hát ugye házi oltárokban. És mi nem ilyen digitálisan határoztuk meg a Isten fogalmat, hanem teremtőnek. Ugye teremt ő. Mi is a teremtőnek a gyermekei vagyunk, sőt, ismerjük a teremtő nem ember által írott nyelvét. És magunk is így az átistenülés folyamatában vagyunk. Tehát igazából a teremtő anyanyelvünk pont ezzel tud kiemelni bennünket az zajból, és hát ez nem a kiválasztottsági mítosz. Nem gondoljuk, hogy mi ilyen felsőbbrendűségi vagy világhatalmi. Hát igen, vannak világhatalmi ambícióink, de azok főleg szellemi. Ugye szél, elem. Tehát az nem anyagi. Nincs a szél az gyakorlatilag nyomás különbségeknek a kiegyenlítődése. Pedig a perzsákkal együtt mi magyarok a világ legbölcsebb népei vagyunk. Hát nem tudom, a perzsák, nézzük meg, hol vannak a perzsák ma. És mi nézzük meg, mi hol vagyunk. Ugye mi most úgy néz ki, mintha a mérleg gyelve akarnánk lenni az ukrán-orosz háborúban, amit ugye nem is tudjuk, hogy mi mentén folyik. Vagyis hát nagyon is jól tudjuk, de erről senki nem beszél. Én napok óta azon gondolkodom, hallgatva a híreket, most egy kicsit aktualizálnám ezt a témát, hit és egyház. És érdekes, most szóba hoztad ezt a háborút, hogy a pápa beszél, a vallások itt vannak, világvallás, és mit sem változott az emberiség. Öli egymást, és az egyház pedig egyfolytában mondja, hogy ne. Kérem szépen, mit tudunk tenni mi emberek ezek után? Mert azon gondolkozom, hogy mi akadályozhat meg itt bármi is? A hit már nem, mert ezek szerint az nem. Hát az ősi, ugye a lehatárolt, ugye ha tudtuk egybenyitni ezt a világot, most kell tudni leválni erről erről a digitális világ. Tehát a világ digitalizálódása nem vitte előre az emberiség. Tehát ugye az egyúttal járt leegyszerűsödéssel, de ez a leegyszerűsödés nem lett nagyszerűbb.
és végtelenű szabadsággal, amit azt hiszük, hogy repülünk, de közben hát le vagyunk kötve. Igen, hát például a férfinő digitalizációját is kezdik. Ez az egész egy agyenéve, most már. Igen. Szóval. De ez nagyon fontos dolog, hogy mi tartja össze a természeti népeket, hát a család. Ugye a családnak a fogalmát törvényben kellett itt Magyarországon tisztázni, hogy ki lehet apa és ki lehet anya. Na de a keresztény egyházban, vagy a keresztény egyházban továbbra is ott van az apa, fiú, és nincs semmi. Egy galamb, vagy mit tudom, Szentlélek, ami teljesen ugye, mit mondanak a zsidók? Hát ez a anyai állat. Tehát az nem emberi minőség. Most ezt úgy lehet tagadni, de azért, hogyha egy kicsit utána néz az ember, ugye a Kárpát-medencében mindig volt anya, sőt, a 7500 évvel ezelőtti társadalom, ami a világ első körülírható kézműves alapokon nyugvó társadalma volt, pénz nem volt, hitel nem volt, ugye mindenki kalákába dolgozott, falvak voltak, házban laktak az emberek, hosszú házas települések voltak, itt a Kökénydombon, ami nem messze van innen, gyalog távolságra szinte. Ugye a Tisza mentén ez a kultúra, ami a műveltségünk, a világ emberiségének a műveltsége. Tehát nem szabad úgy lebecsülni, mi ezt a Kökénydombot visszatemettük 7500 évvel ezelőtt, kőkor volt. Ugye, de ez egy nagyon nagy butaság volt, és vissza, ugye tatár lakai korong is ebből az időszakból származik, 7500 éves. Én azt mondom a kedves nézőinknek, hogy ezen filozófikus elmélkedés után Dezső barátomnak valamelyik jó borából, vagy az enyémből azért igyanak meg egy pár pohárral, hogy ezt föl tudják dolgozni, amit a professzor úr itt nekünk elmondott. Így van, a konyha az nagyon fontos, de nemes a gondolat, és a javaslat. Én azt is elmondhatom ezzel kapcsolatosan, nem kell buzdítani a magyar tervet. Mert azért itt a magyar italfogyasztásban, ha nézzük, akkor, és a sörről is beszéltünk, akkor megint aktualizáljuk, ez kell szépen mindig is a éppen szükséges marketing technikákon múlott, mert a sörlobbi is el akar adni, meg a borlobbi is el akar adni. Mindenki akar a piacból részesedni. Egyik azt mondja, ez az egészséges, ez a szívre jó, a bor, stb. De valójában ne panaszkodjunk, mert a magyar egyedi és megismételhetetlen a világban, ezt már megállapíthattuk a felvezetőből, professzor úr. De valójában azt kell mondjam, hogy derekasan helytállunk a borfogyasztásban is, a sörfogyasztásban is, a borfogyasztásban is, a sörfogyasztásban is, és a pálinkaivásban is. Sajnos időnként egy kicsit a statisztikai adatok kedvezőtlenek, mert az a bizonyos kulturáltság, az még nincs meg össznemzeti szinten, de azt tapasztalom, hogy egy nagyon nagy elmozdulás történt a kulturális megközelítéssel, az élet hedonista oldaláról felfogva, hogy egy jó étel mellé milyen bor vagy milyen sör való, mert ez is valójában a mi közérzetünket befolyásolja. Azaz most is a kedves nézők és hallgatók nyugodtan utána nyúlhatnak egy pohárnak, véleményem szerint egyenek hozzá valami kellemes pár falatot, mert akkor úgy jön ki a harmonizáció. Van egy jó hírem. No. Az, hogy létrehoztunk egy olyan tudományágat, ami pontosan az élelmiszerekben levő hatóanyagokat párosztatja össze a testi fehérjékben lévő célfehérjékkel, tehát azokkal meg lehet célozni diétával olyan betegségeket, ami gyógyíthatatlan, például Alzheimer, Parkinson, tehát igazából ez a legmagasabb molekuláris biológiai publikációkból, szövegbányászattal állítjuk elő azt a tudást, amivel több milliárd dollárt tudunk behelyettesíteni.
Tehát a bionózia tudománya az az új megközelítés, ami hűben, fában megtalálja a hatóanyagokat, és ezeket ugye leginkább a saját gyógyításunkra tudjuk felhasználni. A természetgyógyászatnak egy új megvilágításba helyezett formája, ahol az elvégzett kísérleteket is figyelembe vesszük, amit a szabadalmakban és szakirodalomban halmoz föl a tudós emberiség, és hát ezekből lehet meríteni, hogy mit ígyunk, mit együnk, és a helyzet az, hogy inkább a bor, mint a ser. Egyetértek. Kedves nézőink, önök is merítsenek, ha elkészült az ebéd vagy a vacsora, merítsenek egy jót, töltsenek egy jó pohár bort, és egészségükre kívánjuk. Nem csak az ételt, hanem ezt a mai beszélgetést is a professzor úrral és az újságíró barátommal. Minden jót önöknek, Isten megáldja önöket. Egészségükre.